Májusi fény, ami ébred a völgyben, napsugarával a léte időtlen. Sárgán csordul a réti virágra, vérpipacsokra, a tiszta határra. 80 évvel ezelőtt, 1944. május 24-e reggelén, a mai gólyafészek bölcsöde előtti téren gyűjtötték össze az akkori biai és torbágyi zsidóságot. Most, 2024-ben a bölcsöde falára emléktáblát helyeztek az elhurcolt lakosok tiszteletére. Négy külterületi egységben többféle segítséget kérhetnek a biatorbágyiak a tanyagondnoki szolgálattól. A város képviselőtestülete úgy döntött javaslatomra, hogy kibővíti a tanyagondnoki szolgálatot további három területtel. Ez azt jelenti, hogy az Ürgehegy területén kívül további szolgáltatást nyújtunk a Szarvashegy, Kutyahegy és az Öreghegyen is. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően felújították a Juhász Gyula és Dózsa György utakat városunkban. Egy 250 millió forintos fejlesztésről van szó, a Dózsa György út és a Juhász Gyula út felújításáról. Mindkét út nagyforgalmú út, sok autó közlekedik, a felújításuk szükséges és időszerű volt. Itt történt burkolatfelújítás, járdaépítés, parkolóhelyek kialakítása és ahogyan polgármester úr is beszélt erről, 45 fát és 160 cserjét ültettünk. A biatorbágyiak tüdőszűrésre jelentkezhettek be az egészségházba. Vannak olyan szakmák, ahol eleve kötelező, ez döntően az egészségügyben és a vendéglátóiparban dolgozókat érinti, de a magánembereknek is érdemes elmenni, mert nem csak a tüdő, hanem a nagyerek, a szív és a esetleg a nyelőcső bizonyos betegségeit is ki tudja mutatni. A májusi Memória Cafén egy gyógyszermentes terápiáról szerezhettek információkat a résztvevők. Ez az előadás a snózelen terápiáról szól, és kolléganőmet, Hegedűs Vikit kértem meg arra, hogy mondja is el önöknek, hogy mi ez a terápia, hogyan tudják önök ezt otthon alkalmazni. A kognitív zavarokkal küzdőknek újabb segítség nyílik a Biatorbágyi Demencia Program keretein belül a Netis informatikai ZRT játékos tesztjein keresztül. Javasoljuk, hogy nézzék meg a online, illetve nyomtatott médiában közzétett lehetőségeket, meg ezeket a teszteket, amiket hozzáférhetővé tesz számunkra a cég, és mindenkinek javaslom, hogy keresse meg a házi orvosát, illetve kerüljön el szakorvoshoz. Méltóság és digitalizáció. Ezt a címet viselte 2024-ben a Szakmai Gizella nap. Mi évek óta kiemelten a demenciával élők ellátásával kapcsolatban szervezünk szakmai konferenciát, és idén két innovatív dolog is benne van, ez a méltóságterápia, aminek a demenciával élőknek való alkalmazása egy újdonságnak mondható, újszerű gondolatnak, illetve a digitalizáció, ami most már ugye a csapból is folyik, a mesterséges intelligencia. Hagyományaikhoz híven idén is együtt ünnepeltek az otthon vezetői, munkatársai, lakói és a hozzátartozók a Gizella majálison. Aki most jön hozzánk dolgozni, vagy egy-két éve jött hozzánk dolgozni, vagy még nem lakik itt hosszú ideje, az ő számára az nagyon-nagyon fontos, hogy valamit a múltból is megérezzen. És van egyfajta szellemiség ennek a háznak, amit próbálunk ébren tartani a mottónknak megfelelően, hogy valóban egy igazi otthon legyen. A városi majális sem maradhatott el, az idén több helyszínen is várták az érdeklődőket, nem csak a Füzes patak partján, hanem a Kressz parkban és a Patak utcában is. Április végén májusfát állítottak, május végén ledöntötték a hagyományőrzők, és mint minden évben az óvodai rajzpályázat eredményhirdetésére is sort kerítettek. A díjazottak a közösség elismerése mellett színes ceruzákkal, kifestőkkel és persze édességekkel is gazdagabbak lettek.
az egyéni pályázókon kívül a csoportmunkákat is díjazták. A labdákat, mesekönyveket és homokozó játékokat az egyesület kijelölt tagjai személyesen viszik majd el az óvodákba. Az ünnepség után nem maradhatott el a vendéglátás sem. A gyereknapon a Juhász Ferenc Művelődési Központot és környékét szinte ellepték a biatorbágyi családok, hogy aztán sok játékélménnyel gazdagodva térhessenek haza. A teljesség igénye nélkül játék és akadálypálya, múltbéli kézműves hagyományok, jelmezes lovagok és török tábor, elmaradhatatlan ugrálóvár, cirkuszi eszközök, arcfestés, csillámtetkó és színes lufik sokasága került tengernyi gyermek keze és szeme ügyébe. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a gyereknapon is a nagyteremben berendezett vasútmodell kiállításra. Biatorbágy köthető egy vasúti történelmi eseményhez, de mi ezt most szeretnénk kicsit háttérbe tenni, hogy bemutassuk azt, hogy más kötődés is lehet egy városonnak, egy településnek a vasúthoz. Olyan vonatokat, vasúti pályákat mutatunk be, ahol a keskeny nyomközön közlekednek a vonatok. Ezek gazdasági vasútak, vagy éppen turisztikai célokat szolgálnak ki, és pont ezt az ágat kicsit kevésbé ismerik a látogatók meg az emberek, és szeretnénk kicsit ezt a nagy közönség felé jobban kinyitni. Bábosok és nem bábosok 25. alkalommal vehettek részt a kezemben a Kobakom rendezvényen a faluházban. Ha a fontosságát szeretnénk megvilágítani ennek a találkozónak, akkor én azt tudom elmondani, hogy én, mint a Ládafia Bábszínház, gyermekkoromban ilyen fesztiválokra jártam a Prospero Bábszínházzal, és engem ott varázsolt el ez a világ, és ott szerettem bele, hogy én is bábos legyek. Ünnepélyes gálaműsorral és kiállítással zárták a refisek az idei tanévet. Réka, mivel készültél erre a kiállításra? Sok rajzzal és festményekkel. És milyen témájúak a festményeid és a rajzaid? Hát a legtöbb állat, mert nagyon szeretem az állatokat, és nagyjából a természethez tartozom. Nívós elismerésben részesült a biatorbágyi Pár Julcsi, Rókatán című mesejáték a Fonogram díjat nyert. Mozgásos és a zenei anyanyelv mellett a valós beszélt anyanyelvünk egy nagyon erős fókuszt kap itt a mesei szállal. Itt egy tulajdonképpen egy ilyen globális csomagot kap meg a gyermek, a néző, a szülő, azzal, hogy egy ilyen mesés, zenés, színházi, táncszínházi kavalkádot kap. A Soskuti Ifjúsági Zenekar 30. születésnapján többek között a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara és a biatorbágyi fúvósok is megmutathatták a színpadon, mit tudnak. Városunkban is hallhattunk fúvós zenét, évente megrendezik a Blues Music Festet, idén már a harmadikra került sor. Igyekszünk minden évben új csoportokat hívni a fesztiválunkra. Az új csoportokon kívül természetesen ismerős arcok is itt vannak, többek között a Füzes Tánc Együttes és a Spekbaum. A Bia Veritas Egyesület kézműves borverseny tartott a közösségi házban. Nagyon sokat lehet belőle tanulni, mikor kell szüretelni, hogy kell kezelni, hogyan kell tárolni, mire kell figyelni. Úgyhogy a versenynek azt hiszem ez a veleje lényege, nem is igazán az, hogy milyen eredményt ér el bor. A pünkösdi nyitott pincék napján pincebeli teendőkről érdeklődtünk az Ürgehegyi borászoktól. Lemegyek a pincébe, az első dolgom az, hogy mély lélegzetet veszek, mert nagyon fontos információt ad maga a levegője, a pince levegője. Tehát ha a pince levegője rendben van, akkor utána még megnézem azokat a hordókat, amivel éppen teendő van, vagy azokat a tartályokat, és akkor ez adja is mindjárt a következő 1-2-3-4 óra munkáját is. A borkedvelők mellett a sportkedvelőknek is jutott különlegesség májusban, idén is szurkolhattunk pár méteren keresztül a Tour de Hongrie versenyzőinek.
Májusi fénytől éled a város, fény simogatja meg azt, aki álmos. Hervad a parkban az orgona ága, harmatos ékszer a bodza virága.